Az egyik történetem játék kegyetlen lányoknak. Ül a lánya a tengerparton, és akkor kikapar a földből egy döglött madarat. És akkor a gondolatok elindulnak, és oda jut a lány, hogy milyen érdekes lenne az, hogyha ezt a döglött madarat gipszbe önteni, és akkor sokszorosítaná. Az volt az alapötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a történetet installációkkal, szobrokkal és rajzokkal térbe helyeznénk. Ennek a kiállító helynek egyik fontos alappillére, hogy olyan művészeket mutassunk be, akik Szentendrén élnek, illetve itt alkotnak. Rá főként azért esett a választás, mert egy nagyon jellegzetes és egy egyedi művészeti stílusa van, amiben nagyon érdekesen ötvözi a médiaművészetnek, a grafikai és a festészeti technikáknak a használatát. Itt a kiállításnak az egyik alapkoncepciója, amiből kiindultunk, az a háta mögött látható falszöveg. Ez azért nagyon izgalmas kiállításnak igyekezik, azt gondolom. Így, hogy tudom a sztoriát annak, hogy a gipsznek hogy kerültek ide, és hogy jött létre ez az egész kiállítás, így egy külön nagyon izgalmas, hogy ebből ismét egy sztorit lehet írni. Igen, tehát hogy nekem is bele kell kerülnem egy történetbe, amitől érdekelté válok a saját magamnak is, vagy magam számára. Megszületik a történet, és akkor ezzel párhuzamosan elkezdek rajzolni. Itt ebben a térben 10 darab videó munkát láthatunk, ami egyrészt szól a férjének, a volt szeretőjének, a gyerekeinek, ami a művészetéről szól, illetve a jövőbeni terveinek hagy egy üzenetet, egy lenyomatot. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon személyes tér, ami ezt dolgozza fel. Ezeket szórjátok majd szét gazdagoknak és szegényeknek, és ne nézzétek, kik ők valójában. Ez nem a ti dolgotok. A legnehezebb életet akarom a kezetekbe adni, de sosem fogom számon kérni tőletek. Ti csak maradjatok bölcsek, és tanuljatok meg jól kérni. És minden a tietek lesz. Jó is, és rossz is egyszerre. Én egy láncolatot látok már, ahogy bejövünk, ott vannak ezek a meseszerű állatkák a gipszekre rajzolva. Ez hasonlóan itt átvonul ezen a falon, és akkor rögtön az első monitoron látjuk ezt megjelenni. A többi, mindegyik egy újabb ajtót, vagy egy másik világot nyit, de így ez a láncolat szerintem szépen fel van fűzve. Örömmel mondhatom, ha valaki még nem tudná, hogy a korszakalkotó győztese, itt áll mellettem a mai kiállító Magyarós Éva. Bátran nyúl a műfajokhoz, műnemekhez, anyagokhoz. Ezt érzem az Évában, hogy egy ilyen naív bátorsággal újít. Van olyan, hogy alkotók így megérintik egymást, vagy az alkotásaikon keresztül. És én tényleg egy ilyen transzba estem, amikor írtam ezt a megnyitó szöveget. Hogy belekerültem abba az alkotói térbe, vagy univerzumba, amit ő megteremtett. Lett egy ilyen összerezgés.